Köszöntöm a duett nézőit, és szeretettel üdvözlöm Kis Dávidot, a Veritas Történetkutató Intézet történészét, tudományos kutatóját. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Kérem, ön a doktori disszertációját a munkásőrségből írta, olyannyira beleásta magát a munkásőrség történetébe, kutatásába, hogy kis vártatva a Veritas kiadásában erről egy könyv is megjelenik. Igen. Ezért kértem, hogy jöjjön el hozzánk vendégségbe, és beszéljünk a munkásőrségről. Másik oka pedig, hogy szinte napra 60 éves a munkásőrség. Igen, hát 1957. január 29-én egy MSZMP-s párthatározattal alakították meg gyakorlatilag a testületet. Igaz, hogy utána külön elnöki tanácsi törvényerejű rendelet is rendelkezett a megalapításról, illetve kormány rendeletet is hoztak, de tulajdonképpen ez a párthatározat volt az, amely a munkásőrség megalapításáról először rendelkezett. Ugye nem sokkal vagyunk ekkora forradalom elverését követően. Végül is ki ellen hozták létre a munkásőrséget? Nekem egyszer egy kollégám, meg is merem nevezni, mert nem titkolta ezt a véleményét, ültünk a pagodában valamikor a 70-es, 80-as évek fordulóján, és nagy mesélő volt az illető, Szilágyi Györgynek hívták, és kérdezte ott tőlünk, a fiatalabb szerkesztőktől, riporterektől, hogy tudjátok, hogy ki ellen hozták létre a munkásőrséget. Azt mondják, maga a munkások ellen létesült, mert hát humorista lévén ő mindjárt élt azzal a lehetőséggel, hogy kihasználta azt, hogy figyelő tekintetek szegeződnek rá, és azt mondta, hogy igen, mert az operába járó és a színházba járó smokingos közönség általában az előadás végeztében ritkán jön ki az utcára, és ritkán veszi fel a járdaköveket. A munkások annál inkább. Igen, tehát ugye a forradalmat követően, illetve a forradalom alatt gyakorlatilag a forradalmat követően Kádárék a meglévő fegyveres szerveket, tehát ugye magyar néphadsereget, belügyi szerveket nem tudták használni, vagy felhasználni a maguk oldalán. Jelentős problémát okozott nekik 1956. novemberében a karhatalom felállítása is. Igazából csak április, tehát 1957 áprilisára tudták megnövelni egy olyan 18 ezer fősre ennek a karhatalomnak a létszámát. 56 végén, 57 elején, sőt a későbbiekben is volt egyfajta bizalmatlanság a meglévő fegyveres szervekkel szemben Kádárék részéről. Annak ellenére, hogy mondjuk már 57 közepére azért átvilágították őket. A belügyminisztériumban a politikai nyomozó főosztályhoz azért javarészt akkor volt államvédelmi dolgozók kerülnek. Lehet, hogy a szükségük volt, hogy úgy gondolták, szükségük lesz egy olyan erőre, ami tulajdonképpen minden körülmények között adott esetben kitart a rendszer mellett. Legalábbis ők ezt így gondolták. És nem így volt végül is a gyakorlatban? Ezt nehéz megmondani, hogy adott esetben... Hiszen nem volt próbája a dolognak. Nem, úgy van, nem volt próbája a dolognak. Uh-huh. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy ennek a kezdetben 30, majd 60 ezer fölösen növelt testületnek hány százaléka lett volna az, aki mondjuk tényleg az utolsó leheletig küzd a rendszer ellen. Egy jelentős részük bizonyára lett volna. Tehát jelentős részük azért nyilvánvalóan ilyen volt. Ezt azért onnan tudjuk, hogy 1963-ban átrostalják a testületet, és nagyon sok, és ugye különösen az első időszakról beszélek most, nagyon sok olyan ember volt 1963-ban a munkásőrségen belül a parancsnoki állományban, illetve sem a munkásőrök közt is, akik mondjuk Kádárhoz képest is balra helyezkedtek el. Akik még Kádárnak is, vagy Kádár szempontjából is kényelmetlenek voltak, ezeknek a nagy részét ezután kirostálják. Tehát azért mondom, hogy ha 63-ig azért jelentős részük nyilván foggal körömmel kitartott volna a rendszer mellett, nem tudjuk mekkora részük. 63 után ez a nagyon fanatikus rész, vagy réteg a munkásőrségen belül ez azért valamennyire lecsökkent a tervezett létszám átalakításoknak köszönhetően. Milyen körben toboroztak?
tervezett toborzás az 1963-tól volt egyébként. Kezdeti időszakban gyakorlatilag a pártszervek voltak azok, akik a párttagok közül kiválogatták ezeket az embereket, illetve hát a jelentkezők közül. Aztán ugye a kezdeti szabályzatokban azt is meghatározták, hogy két munkássör ajánlása alapján lehet felvenni. Úgy, mint ahogy a pártba vették fel az embereket, hát, ugye? Hát hasonlóan, aztán ezt a két ajánlásos rendszer a későbbiekben ezt eltörölték. Itt a helyi, úgynevezett helyi pártszervekre, tehát mondjuk egy járási pártbizottságra, vagy egy városi pártbizottságra árult az a feladat, hogy kiválogassák tulajdonképpen a jelentkezőket. Milyen előnyök származtak ebből? Mert hát azért gondolom, hogy többen voltak olyanok, ezt az én saját akkori munkahelyem, a Magyar Rádió is bizonyítja, hogy azok az emberek, akik végül is felöltötték ezt a csuka szürke egyenruhát, bizonyos előnyökben részesültek a munkahelyen belül is. Hát volt egy olyan réteg is, aki ezért ment, lett munkásőr, vagy ezért ment tulajdonképpen oda. 63 után, amikor rendelkeznek egy ilyen, ugye elkezdik az állományt rostálni, rendelkeznek egy ilyen arról, hogy 5 évig tartson az úgynevezett szolgálati idejük, akkor sokan az 5 éves szolgálati idő előtt le akartak már tulajdonképpen szerelni, mert nem annyira tetszett nekik ez a munkássőri szolgálat, illetve hát az iratokban is benne, hogy nagyon sokan olyanok jelentkeznek, annak ellenére, hogy a pártszervek megszűrik őket, akik ilyen karrierista elemek. Most a munkahelyeken, a munkahelyi nyilvántartásokban azért nyilván tartották, hogy ki volt munkássőr, adott esetben kikapott munkássőri kitüntetést. Sokak számára a munkásőrségbe való lépést 63 után egyfajta ilyen pártmunkaként határozták meg, vagy azért küldtek sokakat 63 után a munkásőrségbe, hogy a későbbiekben ez egy ilyen próbatétel legyen, hogy majd ők felveszik őket az MSZMP-be. Tehát volt a testületen belül egy olyan réteg, aki nyilván azért ment oda, hogy a munkahelyén belül is érvényesüljön. Most az, hogy konkrétan kinek és milyen előnye, meg hogyan származott ebből, hát itt végig kéne menni a közel ilyen 200 ezer fős létszámon, ami ugye itt 57 és 89 között volt. Tehát azért mondom, hogy 200 ezer fős, mert ugye cserélődött az állomány, tehát összességében körülbelül 200 ezer fő volt a testületnek az állománya itt ebben az időszakban. A 200 ezer főből hányan voltak olyanok? Hát gondolom egy nagyon kis töredék az, akik hivatásos állományba tartoztak, tehát hogy nem volt más munkájuk, csak ők munkásőrök voltak. Egy-két, tehát az állománynak az 1-2%-a volt úgynevezett függetlenített állomány. Ők egyébként kezdetben például a karhatalomból kerültek nagyon sokan oda. Tehát a kezdeti úgynevezett hivatásos állománynak a részét, a része az a 57-ben a karhatalomba kerül. A karatolomból kerül a munkássőrséghez, ez márciusban történik meg, tehát ugye márciusban történnek meg hivatalosan ezek a kinevezések. Ők, akik hivatásos állományúak voltak, ők a munkássőrség országos parancsnokságán, illetve a megyei parancsnokságokon szolgáltak ottani vezetők, de mondjuk az országos parancsnokságon is volt társadalmi állományú dolgozó, aki munka mellett lát, vagy munkássőr, aki munka mellett látta el ezt a szolgálatot, de például, hogy a zászlóalj parancsnokok, vagy az önálló század parancsnokok is a függetlenített állománynak a tagjai voltak. Most, ha már ilyen munkahelyi kedvezményekről esett szó, akkor most eszembe jut, hogy a munkahelyemen beszélgetek a munkásőrségről általában egy egyszerű dolgozóval az autószerelő műhelyben. És azt mondja, hogy neki semmi baja nincs a munkásőrséggel, ő végül is nem is vesz tudomást róla, ő csak azért nem szereti ezt az egész alakulatot, mert ő egy csoportban dolgozik egy olyannal, aki munkásőr, és nagyon sokszor elhívják céllövészetre, összetartásra, erre-arra, és akkor mindig neki kell beállni, helyettesíteni az illetőt. Igen, erre vannak utalások az iratokban, hogy akadtak olyan esetek, azért elég szép számmal, hogy ugye hivatalosan, hogyha mondjuk katasztrófa helyzet volt, vagy objektumőrzésire volt a munkásőr beosztva társadalmi állományú, akkor ki lehetett a munkahelyéről kérni, és akkor a munkásőrség megtérítette neki a kieső fizetést, illetve hát a
Sok esetben, illetve hát ezt nem is közvetlen nekik térítették meg, hanem a munkahelynek térítette a testet. Aztán voltak olyan vállalatok, amelyek nem kérték egyébként. Ez egy ilyen érdekesség. Tehát ők ilyen módon ők támogatták a munkásőrséget. Előfordult az, hogy sokszor ugyanazokat az embereket kérték ki adott esetben állandóan különböző szolgálati feladatok Ha már ellátására. Térítést említ, akkor hát ilyen volt. Az egyszerű munkásőr egy munkahelyen belül, ő ezért kapott valamilyen jutalmat, vagy külön fizetést, ezért nem kaptak, ugye? Külön fizetést nem kaptak, tehát társadalmi szolgálatban, tehát társadalmi szolgálatot végeztek, tehát külön fizetésük nekik ezért nem volt. De gondolom, amikor jutalmazásokra került sor, azért ez valamit nyomott a latba, hogy azt mondták, hogy na hát ez munkásőr, akkor kapjon ő most megint egy kicsit. Itt valószínűsítettem itt a párt úgynevezett ilyen pártmunka részéről, amikor ezt a pártmunkát vették figyelembe, akkor valószínűsíthetően ezt is figyelembe vehették a munkahelyeken. De hát egyébként vegyes volt az állománynak az összetétele, tehát tényleg volt, aki azért lett munkásőr, mert úgymond karrierista volt, vagy valami előnyt szeretett volna, vagy fegyvert szeretett volna. Haza is vihették ugye 63-ig a pisztolyokat, tehát ebből rengeteg baleset származott. Tehát volt egy ilyen réteg, volt egy másik része a munkásőrségnek, aki hát most egy elég idétlen kifejezést fogok használni, de szerintem ez kifejezi a lényeget, hogy úgynevezett ilyen hobbi katona volt. Tehát nem akart belépni a néphadseregbe, vagy mondjuk a polgári védelembe, de elment munkásőrnek, mert mondjuk hogy hárvízvédelmi helyzet volt, akkor ő segíteni akart, vagy szívesen eljárt a gyakorlatokra. Illetve sok interjú alanyom azért azt hangsúlyozta nekem, hogy számukra ez a munkásőrség egy ilyen klubot is jelentett, ahol összejártak. Tehát ez egy nagyon sokrétű dolog volt, amellett, hogy azért alapjába véve a rendszer védelmére hozták létre. Ez volt az elsődleges célja a testületnek. Kutatásai miről győzték meg, hogy a hivatásos testületek, a rendőrség, a katonaság, ők mennyire ismerték el azokat, akiket munkásőrként beosztottak melléjük szolgálatba? Különösen az első időszakban jelentősek voltak a konfliktusok, különösen a rendőrökkel. Volt több olyan eset is, hogy úgynevezett ilyen rendkívüli esemény, amikor például a rendőr munkásőrrel összeverekedett. Tehát a kezdetben elég sok ilyen konfliktusos helyzet volt, aztán csitultak az ellentétek. A kezdeti konfliktusok egyébként abból is lettek, hogy a munkásőrök olyan szempontból lenézték a rendőröket vagy a katonákat, hogy ők úgymond nem tartottak ki a forradalom. Illetve nem tartottak ki a rendszer mellett a forradalommal, illetve ők nevezték ellenforradalommal szemben, ugye 56-ban. Tehát, ez egy ilyen kezdeti ellentét volt, sokan a munkásőrök közül kicsit ilyen felsőbbrendűnek érezték magukat, bár mondjuk a testületnek szervezetszerűleg semmi köze nem volt a forradalom leveréséhez, hiszen azt követően hozták létre. Az más kérdés, hogy akik mondjuk munkásőrök lettek, azok közül hányan vettek részt a forradalom leverésében, hányan voltak ugye karhatalmisták, de szervezetszerűleg a munkásőrségnek ez nem volt köze, hiszen ugye jóval utána hozzák létre. Aztán ugye a rendőrök meg a katonák azért másrésztről meg ott is volt egy ilyen sok szempontból egy ilyen ellenkezés a munkásőrséggel kapcsolatban, mert nyilván mondjuk aki társadalmi állományban látja el ugye ezt az e fajta szolgálatot, az nyilván mondjuk nem ért ugye a fegyverekhez, vagy ugye amikor közösen járőröztek a rendőrökkel, nyilván nem tudták annyira a jogszabályokat, mint a rendőr. Tehát itt azért voltak ilyen ellentétek, aztán ezek a rendszer stabilizálódásával ezek az ellentétek csitultak, és nagyon jól összecsiszolták azt, hogy adott esetben a rendőrséggel, hadsereggel, a munkásőrök hogyan működjenek együtt, határőrizeti feladatokat is kaptak, illetve hát kidolgozták a háborús feladataikat is. Igen. Egy szóval már én igyekeztem arra vezetni a beszélgetést, hogy milyen volt a merítési lehetősége a Kádár rendszernek annak idején, amikor a munkásőrséget felállították, és hát a későbbiekben is, a későbbi évtizedek során. Az összetétele a munkásőrségnek az nagyon vegyes volt. Vegyes volt, pontosan. Kiemelkedő értelmiségiek is voltak munkásőrök, újságírók voltak munkásőrök. Hát én emlékszem a munkahelyemen, a Magyar Rádióban, ott sokszor találkoztunk a pagodában olyan kollégákkal, akik munkásőr egyenruhába jöttek be kávéjukat meginni.
Igen, tehát ugye, ahogy ön is mondta, vegyes volt az állománynak az összetétele. Ugye, hogyha a két végletet akarom megemlíteni, ugye ez egyik véglet, amit ön is mondott, hogy vezető tudósok, vagy tévés, rádiós személyiségek voltak munkásőrök. Most mondjuk ők például nyilván nem azért léptek be, mert mondjuk karriert akartak csinálni, mert nekik ugye úgyis ez megvolt. Tehát itt más volt nyilván az indok. Ez az egyik véglet. A másik véglet az, és itt egy számadatot említek, 1960 és 63 között átvizsgálták az akkori állományt, ami akkor 45 ezer fő körüli volt, és ebből az állományból 6004 főt találtak, aki valamilyen Priusszal rendelkezett. Ez különböző mértékű dolog volt, tehát mit tudom én, a tyúktól, a jástól egészen a gyilkosságig. De hát mondjuk ez a másik véglet, amit meg lehet... Mi lett ezekkel az emberekkel akkor a felülvizsgálat során? Elbocsátották a kötelékből? 134 főt a 6004 főből, holott azért... Nagyon, nagyon érdekes, hogy ezelőtt nem volt úgynevezett ilyen priorálási eljárás, amikor ezeket az embereket felvették, holott törvényerejű rendelet írta elő, egy 57-es ilyen rendelet volt, hogy aki különböző fontos beosztásokban dolgozik, azokat át kell vizsgálni, hogy kaphat erkölcsi bizonyítványt. Tehát ugye ezeknek az embereknek is egy része olyan lett volna, mert ráadásul az iratokban van arra utalás, hogy amellett, hogy több munkásőr tiszt is belekerült ebbe tehát kiszűrtek ilyen módon. Amellett utalnak arra is az iratok, hogy több vezető pártfunkcionárius is belekerült ebbe a 6004 fős létszámba. Aztán mondom, ez változó volt, hogy kinek milyen volt Priusza, de végül olyan 134-135 főt bocsátottak el akkor a testülettől. És érdekes, hogy aki úgynevezett a rendszer szempontjából politikai bűncselekményt követett el, tehát azok közül majdnem mindenkit elbocsátottak. Még mondjuk, aki nem politikai jellegű volt, ott nem volt olyan szigorú nem volt olyan magasan a mérce. Ön már említette, hogy 1989-ben a rendszerváltozás hajnalán szűnt meg a munkásőrség. Megint csak egy emlékemet hadd idézzem fel, a rádióban 89. március 15-e előtt, néhány nappal, vagy talán 14-én, valaki nekem azt mondta a rádióbüféjében, hogy kint leszünk mi, igaz, hogy civilben, és ott lesz a zsebünkben a pisztoly. Na most én természetesen ezt nem tudtam, és nem is akartam ellenőrizni, hogy igazat mondott-e. Igazat mondhatott? Hát ugye itt a 88-89 március 15-én ott valóban felkérik őket úgymond arra, hogy legyenek jelen az ünnepségeken, illetve voltak olyan egységek, akiket épületekben, különböző objektumokban elhelyeztek. Tehát, hogy de nem ekkor már azért nem nagy csinyán, tehát különösen 89-ben azért csinyán bántak már a munkásőrség bevetésével adott esetben. Tehát, ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy például 89. március 13-án ugye a Mark Palmer amerikai nagykövet ugye elment és tárgyalt Borbély Sándorral a munkásőrség országos parancsnokságán, pont azért, hogy nehogy valami legyen, vagy valami történhessen az ünnepen. De éppen ezért nem is, tehát nyíltan biztosításban már 89. március 15-én nem vettek részt, de például az előző évben ott nagyon komolyan elvegyül, ott nagyon komolyan megszervezték azt, hogy elvegyülnek a 88. március 15-i ünneplő tömegben, illetve akkor több egységet is tartottak, még úgynevezett ilyen riadó készültségben, mint 89-ben. Mi a hivatalos dátuma a munkásőrség megszűnésének? Hát ugye 1989. október 20-án születik meg tulajdonképpen a 89. évi 30. törvény. Tehát három nappal a köztársaság kikiáltása előtt. Igen, ugye? És 23-ától kezdik el egyébként a fegyvereket begyűjteni. Nagy részüket a 23-án, illetve az azt követő pár napban összeszedik, de aztán még vannak olyan helyek, ahol ez több napig elhúzódik, a fegyvereknek a begyűjtése. Fegyvereken túl a munkásőrség vagyonával mi történt? Tehát kezdve a lőtereken át egészen az uniformisokig. Ott maradt ezeknél az embereknél, vagy azt is le kellett adniuk? Hát 89. októberében Német Miklós kért egy ilyen vagyonleltárt Borbély Sándortól, és ekkor olyan 11 milliárd forint. A miniszterelnök. Igen, miniszterelnök. És akkor ugye ilyen 11 milliárd forint körüli volt a munkásőrség vagyona. És
Hát ez a vagyonleltár megvan. A felszámolás során, vagy a felszámolás, hát igen, még a felszámolás során volt ez, december folyamán megjelent két magyar közlöny szám. Ebben azt részletezték, hogy milyen volt, akkor már volt munkásőr objektumokat adtak át különböző szerveknek, rendőrségnek, vagy iskola céljára, de hát ez nem volt az összes objektum, illetve épület. De most az, hogy utána mondjuk 90 folyamán mi történik, az tulajdonképpen akkor az állami vagyonkezelőhöz kerültek ezek az ingatlanok, de hát ezt nem követte még eddig senki végig, hogy mi lett a pontos sors ezeknek az ingatlanoknak. Hát ugye például az országos parancsnokság volt, ott most a Balassi Intézet működik, tehát az továbbra igen. is állami tulajdonban. Na jó, hát az egy olyan kiemelt épület, objektum volt, amiről kell tudni, de hát mondjuk egy vidéki laktanyával mi van, hát nem biztos valóban, ahogy ön mondja, nem biztos, hogy arról mindenki meg sok tud. Meg sok ilyen vagyonjogi vita is volt, mert volt, ahol a munkássor objektumok egy vállalat területén működtek, vagy voltak elhelyezve, mondjuk fegyverraktár, vagy valamilyen ruharaktár, és akkor azon például ment a vagyonjogi vita, hogy most ez a vállalaté-e, vagy a munkásőrségé-e, tehát nem volt, sok esetben nem volt egyszerű azért, hogy eldönti, hogy adott esetben mi legyen a vagyonnal. Vannak-e lezáratlan ügyek a mai napig? Tud-e hát én nem erről? Tudok ilyenről. Erről nem tudok ilyenről. Igen. Egy biztos, hogy abban megállapodhatunk, hogy a munkásőrség története az Magyarország történetének nem valamelyik aranylapjára fog kerülni. Igen. Ugye? Ebben egyetérthetünk, úgy gondolom. Nagy érdeklődéssel várjuk a munkásőrségről megjelenő könyvét. Köszönöm, hogy eljött hozzá. Én is köszönöm szépen a meghívást, viszontlátásra. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a Duettel.